Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pákai Péter képviselőt, önkormányzati képviselőt, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét, és most ilyen minőségében, illetve mindkét minőségében kérdezném. Nagyon sikeresek szoktak lenni azok az interjúink, amiket a városi költségvetés dolgában kérek, mert nekem meg se kell szólalni akkor, és elmondja, hogy mi a stájsz. Most például ugye nem sokkal, hát néhány hónappal a költségvetés elfogadása után hogyan látja az idei ajkai évet? Mik azok a sarokpontok, amikre érdemes koncentrálni, vagy mi az, amire esetleg le kellett mondani? Köszöntöm én is a Ajka TV nézőit, és hát szerkesztő urat is. És hát tényleg többször előfordul, hogy riportot készít velem, pont ennek kapcsán, amit elmondott. Hát az idei évben a költségvetést ugye a testületünk elfogadta, ami 8,2 milliárdos összeg, és azt gondolom, hogy ezzel azokat a fő célokat, amit egy önkormányzatnak el kell érni, sikerülni fog, legalábbis erre törekszünk. Azért fogalmazok így, mert nyilvánvalóan a fejlesztéseknél ott azért a pályázat sikeressége, illetve a kivitelezés kezdete, befejezése, ezek befolyásolhatják az összeget, sőt egy-egy pályázatunkat nyilván el is kell hagyni. Én úgy szoktam a vitába fogalmazni, hogy ez egy terv, amit szeretnénk megvalósítani, és minél nagyobb százalékba sikerül, annál nagyobb sikernek érjük ezt meg. Azért egy-két számot mindig el szoktam mondani, hogy a tisztelt tévénézők is tisztában legyenek, hogy mit lehet kezdeni, mit lehet tenni ezzel a pénzzel, mert így önmagában nem mond olyan túl sokat. Először is ugye ez a költségvetés minden relatív kisebb, mint az eddigiek, tehát összezsugorodott egy picit, ha jól érzékem, mert 10 milliárd körül szokott lenni a fő összeg. Igen, így van. A fölött is volt ennek, hogy kisebb lett, ennek ugye több oka van. Önmagában nem az a probléma, hogy ez a szám mekkora, vagy hogy kisebb lett, mármint a költségvetésünk fő összege, hanem én azt szoktam mondani, hogy ennek a fejlesztésre fordítható része zsugorodott, vagy nem. Sajnos ez is zsugorodott, nyilván ez is oka annak, hogy kisebb lesz, hiszen ugye azt mondjuk, hogy 8,2 milliárd az egy nagy szám, de hogyha mellé tesszük, hogy a működési költségek, az önkormányzat működési költségei, azok 5,2 milliárdot tesznek ki, akkor már nem maradt olyan sok. Hogyha leszűkítjük a fejlesztéseket, az már 1,5 milliárd, ezen kívül ugye a beruházás 500-720 millió forint körül van, a felújítás 140 millió forint, ezt szeretnénk, ha sikeres pályázatokkal sikerülne megnövelni, mert ezt azért... Most a költségvetésbe terveztek olyat is, ami majd esetleg... Olyat nem terveztünk be, ugye, ami megvan, azt lehet betervezni egy költségvetésbe. Tehát így összetett ez a költségvetés, és azért még egy-két szót, gondolatot szeretnék mondani, tehát ezekből a számokból látszik, hogy nem marad olyan túl sok minden fejlesztésekre. Ebből a pénzből próbáljuk meg úgy fejleszteni a várost, hogy azért az látható, érezhető és élvezhető legyen a város lakók számára. Azért egy-két tételt még ezen belül megemlítenék, ami nem csak nekem, szerencsére nem csak nekem szívügyem, én nekem különösen ezért mindig el is szoktam mondani, hogy bármennyi nehézség van, ha néha csúsztatva is, de azért csak-csak a legkritikusabb időszakokat kivéve tudjuk támogatni, ami nem kötelező feladata egy önkormányzatnak, a különböző egyesületeinket, sport, kulturális és
egyéb egyesületet, ugye ide tartoznak a nyugdíjas klubok. De és ez mindig is fontos volt a városnak. Ez rettentő fontos a városnak, mert itt tudjuk azokat a kis pénzeket biztosítani, hogy ugye itt a fiatalságot segítjük, ugye a sporton keresztül, és hát a különböző egyesületek, nyugdíjas egyesület, ami szintén számos van, mert ugye tudjuk, hogy minden városrészben van, ahol... Majdnem 30, ugye? Van, ahol, igen, van, ahol több is, igen. Van, ahol több is van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezen keresztül is érezzék az idősebb korosztály is azt a megbecsülést, amit a város szándékozik irányukba tenni és megmutatni. A másik dolog pedig, hát ugye azt nem kell mondanom, hogy a fiatalság támogatása mennyire evidens dolog, és ugye, hogy mennyire összefügg minden mindennel. Ugye, hadd mondjak egy példát, ugye mindennek vannak ellenzői, tehát ebben a munkában idézőjelben az a szép, hogy nem lehet olyat csinálni, hogy ne legyen kritika, és ne legyen ellenző. Akkor ez olyan, mint az újságírás. Valószínű, ahhoz is értünk minden természetesen. Hát igen, mindenhez is. De azért azt gondolom, hogy visszatérve a példára, amit akartam mondani, a fiatalság segítése, és mennyire összefügg minden mindennel. Ugye az úszoda az durván 200 millió forintos költségvetéssel gazdálkodik, és ebből ugye 50 millió körül van durván, csak nagyságrendileg mondom a számokat, a saját bevétele. Tehát úgymond a városnak, háromnegyedét, ez háromnegyed egyébként, de nem a háromnegyed a lényeg, hanem a 150 millió forint, mert hogyha az a háromnegyed csak 15 millió forint lenne, akkor sokkal kisebb terhet jelentene. Tehát a 150 millió forint, de én azt gondolom, hogy akik sokan azt mondják, hogy annak a pár embernek, aki reggel megy, akik délután oda mennek, hát először is az se pár embert, mert délután azért nagyon sok, szerencsére nagyon sok parkolókocsit látunk ott az úszodába is. Nyáron, mikor jó idő van, akkor ugye nyilván tele van a strand, óriási az igény rá. De a fő, és megint időzőjelbe teszem a hasznát, ezt a szót, a fő hasznát én abban látom, hogy a város összes és a környék összes kisgyerek is megtanul úszni. Ez beruházás a jövőbe, úgymond. Természetesen megtanul úszni. Ennél nagyobb eredményt nem kell elérni. Ha ezt elérjük, akkor jó van. Arról nem beszélve, hogy ugye ott edzenek a cápák, a vízilabdások is, ott edzenek az országos eredményekkel büszkélkedhető profi úszóink is, tehát azért mindent így összességébe kell nézni, és hogyha így nézzük, akkor már mindjárt másképp mutat az, hogy mi mennyibe kerül. Igen, ezek a dolgok, a sport is általában pénzbe kerül. Ha most nem akarom elvenni a Geri Gyula kenyerét, most tartotta nemrég a beszámolóját, de ott felsorolta azt a nagyon sok egyesületet és a különböző sikereket, és ugye azért csak-csak több ezer fiatal sporttól kulturált körülmények között ajk a városba, és ugyanez elmondható ugye a kultúrára is, és ugye itt is a sporton kívül, azért itt mindenhol a gyermekek, a fiatalok nevelése is történik, mert időre kell menni, viselkedni kell, együtt kell lenni, tehát ezek az élet... Számos haszna van annak, hogy a pénzt ilyenre is fordítja az önkormányzat, de most ezek közül a felsorolt területek közül van-e, amelyik a jövőben mondjuk, vagy ebben az évben legalábbis, meg talán jövő évben is sérülni fog, kevesebbet kap, érezhetően kényszerűségből háttérbe szorulhat a költségvetése? Hát nyilvánvaló, a most felsorolt területekhez nem akarunk hozzányúlni, tehát nagyságrendekkel így van, tehát ez az az összeg, amit mindenképpen, tehát az egyesületek támogatása hozzá nem akarunk semmiképpen se hozzányúlni.
Amennyiben a jövőben először is ez a költségvetés ma úgy került összeállításra, hogy azért tisztában voltunk vele, hogy mire számíthatunk, mennyi nagyságrendekre, hogy mire számíthatunk. Tehát itt már önmegtartóztatóan kellett tervezni, és így is lett tervezve. Nyilvánvaló, hogy hol lehet úgy csökkenteni, amit a városlakók a legkevésbé éreznek meg. Ugye a működési költségeken nehéz, jól fogalmazott szerkesztők. Nyilvánvaló. Valamint bizonyos feladatokat mindenképpen el kell látni, tehát ott nehezen lehet csökkenteni. Nyilvánvaló a fejlesztésen lehet spórolni. Nem tettem hozzá, mert nem vagyunk rá túl büszkék, de hát ugye ez a kényszer szülte, amikor elmondtam azt a 720 millió forintos fejlesztést, meg a 140 millió forintos felújítást, hogy hozzátettem volna, volt, amikor a felújítás volt 720 millió, ami szükséges és fontos is lenne, de hát amikor ugye a források nem megfelelő mértékben jönnek, és a városnak akkor önmegtartóztatónak igen. kell lenni. Mondom, itt a források szűkülése azt jelenti a gyakorlatban, hogy elodázzák a felújításokat, romlik a szükségtelenül az önkormányzati fenntartási épületek állaga, elmaradnak korszerűsítések, amik energiamegtakarításra járhatnak esetleg, tehát nem is akkor a kidobott pénzen, de hát nincs rá pénz, akkor ez most a jövőbe tolódik. Természetesen. Így van. Na most ez nem vagy azt jelenti... Vagy pályázatokkal próbálják betömni. Azért akartam folytatni, hogy így van ez, nyilván ezeket a dolgokat kell visszafogni, és ezek a dolgok történnek, amiket szerkesztő úr is elmondott, de ezzel párhuzamosan azért arra vigyázunk, hogy ahol például említette az energetikai felújítást, arra azért vigyázunk, hogyha van energetikai pályázat. Nyilvánvaló, oda azért pályázunk, oda az önrészt mindenképpen oda tesszük, hogy az ne vesszen el a városnak, ami úgymond pénz beruházási forrást hoz, és ugye aminek az eredménye, következménye egy hosszú távú, környezetkímélőbb és gazdaságosabb üzemeltetést jelent a városnak, illetve az intézményeinek. Most lehet, hogy rosszul értelmezett, de olvastam egy előterjesztést a Gazdaságbizottság dokumentumai között, amiben például ilyesmi volt, azt hiszem a gyermekintézmények energetikai korszerűsítéséről volt szó, hogy 1 milliárdos keret áll rendelkezés, és ebből 400 milliót megpályáz a város. Tehát ez nem túlzott optimizmus, hogy majdnem a legnagyobb része Ajkára kerül esetleg egy ilyen pályázati forrásnak? Hát... Jó, optimistának kell lenni. Hát persze. Természetesen, arról nem beszélve, hogy ha megpályázunk és ha csak a felét kapjuk meg, az is egy jel. Gyernek, de persze, kevesebbet. Persze. Tehát a pályázatok ez egy érdekes dolog, mert ugye először is vannak olyan dolgok, amikre nem is nagyon lehet pályázni. Tehát mindig mindenre akkor kell pályázni, amikor lehet. Na most, ha már pályázatoknál tartunk, ugye a régi fájdalma Ajkának, hogy a szomszédvár, nevezetesen Pápa, mintha pozitív diszkriminációban részesül a pályázatok elbírásánál. Szóval maga a döntési mechanizmus nem predesztinálja, túl sok idegen szót használ. Tehát nem... váltja ki? Ösztönzi-e azt tehát a döntési mechanizmus, hogy éppen Pápára jusson a döntő hányda megpályázható pénzeknek. Nyilván egy személyi összetét, vagy személyi összefüggéseket is lehetne keresni a háttérben. Hát igen. Nem csak azt, hogy szoktam mondani, hogy ott jobb pályázatírók vannak. Hát mondjuk ez kötve hiszem. Ez nem igaz, ezt határozottan cáfolom, ugyanis a pályázatoknál van egy szakmai zsűri. A szakmai zsűri véleményezi a pályázatokat, tehát nem hoz döntést, a szakmai zsűri véleményezi a pályázatokat. Ezek alapján a nagyon sok elvesztett
pályázatunk, mind kiváló minősítést kapott, ami le van dokumentálva, és ellenőrizhető, már amit mondok, az is ellenőrizhető. Ám de jött a végső döntés, ugye? Ám de jött a végső döntést, amit nyilvánvalóan a politika hozza. Na most nem elsősorban politizálni jöttünk ide, de úgy gondolom, hogy nem lehet kihagyni a város üzemeltetése is nyilvánvaló, még az üzemeltetése is, de fenntartása, működtetése nyilvánvaló egy politikai kérdés is. És azt gondolom, hogy mivel sajnos számok támasztják alá, amit mondok, nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni, ezt a diszkriminációt, ami történik, most mindegy, hogy azt mondom, hogy ott pozitív, itt vagy negatív. Igen. A lényeg az, hogy, és ezért könnyű összehasonlítani, mert egy megyében vagyunk, közel van hozzánk, hasonló nagyságrendű város, Pápát Ajkával, mivel azért ott az elmúlt ciklusban is ugye nagyságrendekkel nagyobb fejlesztési támogatást kapott, mint Ajka. Na most annélkül, hogy ezen túl sokat morfondíroznánk, azért tényként ki kell jelenteni, hogy ha egy város 13 milliárdot kap, a másik meg csak 2-3 milliárdot, az hiányzik. És ugye itt már a demokrácia csődje van, amikor ilyen előfordulhat, ugyanis ez a mi adónkból megy, vagy uniós támogatásból, de az is kötődik, ugye az is lakosságarány, és mindenképpen a mi adóforintjainkból. És ez hiányzik. Ez hiányzik a városból, ez minden onnan hiányozna. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem helyes gyakorlat, bízunk benne, hogy ez változni fog. Nem lehet, hogy az a baj, hogy Ajka túlságosan fejlett, mondjuk iparilag Pápahoz képest, nagyobb az adóerő képessége, és a nagy politikusok, vagy hogy nálunk magasabb szinten levő politikusok úgy döntenek, hogy hát akkor a hátrányba levőt részesítsük előnybe, vagy ennél azért ez azért túlzás. Hát maga ez az adóerő képesség, ez valóban egy olyan szám, amit hogyha kell, akkor használnak a politikusok, be is számít valamennyire bizonyos dolgokban, még a pályázatoknál is, ez kétségtelen tény. De ez a mérték, ugye én mindig azt szoktam mondani, ez mind a korrupció, azt nem lehet mondani, hogy korrupció minden, persze, hogy van mindenhol. De hogy mekkora, az nem mindegy, tehát mindig a mérték a lényeg. Tehát, hogyha most Pápa kapna mondjuk 60%-ot, Ajka 40%-ot, akkor az akár még elfogadható lehetne is valamilyen, vagy akármilyen szakmai érvek mentén. Ez a mértéki különbség semmiképpen nem elfogadható. Tehát ez az unió kicsiben mondjuk, mert ugye ott is a déli államok általában támogatást kapnak, az északiak meg berzenkednek, hogy az ő adóforintjaik oda mennek, déle meg elpazarolják, mindez most egy másik kérdés. Hát meg nem is biztos, hogy jó példa, mert ugye jó oda példa. Így minden is. Minden példa sántít. Így van, egyrészt minden példa sántít, másrészt ugye ők tudják, hogy ott befizetők, és ugye azért a szolidaritás az nagyon fontos része az Európai Uniónak, és van itt egy nem szolidaritás része is, azért az a piac nyer, és azt tudjuk, hogy azért az nem kevés eurót jelent, amit ugye a fejlődők hoztak, de azt gondolom, hogy ebben nem kell most belemenni. Nem, inkább kapcsoljuk össze két elhangzott fogalmat, az egyik a adóerőképesség, a másik pedig a szolidaritás, vagy szolidaritási adó, tovább folytatva. Tehát ez is az alapja annak például, hogy Ajka szolidaritási adót fizet, illetve hát kevesebb pénzből gazdálkodik végső soron. Ez mennyire sújtja a várost? Hát, attól lehet, hogy igazságos alapjában persze, csak itt is a mérték talán a fontos. Persze, tehát én azt gondolom, nem itt van a probléma. Nem itt van a probléma. A probléma az ott van, amit először említettünk, nem akarom újból megismételni, amikor ki kell mondani, hogy a politikai szándék alapján a kormányhoz közeli városokat támogatja a kormány, míg a nem annyira közelieket nem annyira támogatja, és azt gondolom most megfelelően... Hát valami módon visszapótolja az így elvont veszteséget. Ott.
abból, amit most ugye kivetett adót, ez csak ezek, de ugye a fejlesztési támogatások azok nem ide tartoznak, azt az kapja, aki megnyeri. Na most az nyeri meg, akivel a politika megnyereti, mondom én, nyilvánvaló, akik ezt teszik, nem ezt mondják, hanem ezt mondják, hogy jó pályázatokat kell írni. Hát ez nem igaz, mert még egyszer mondom, szakmai zsűri részletes indoklással véleményezi a pályázataink is, igenis nekünk jó pályázataink vannak. Na most mindenképpen új korszak előtt állunk, mert idefelé ma reggel hallottam a rádióban, hogy például a Modern Városok program is csorbul, tehát kevesebbet kapnak az úgymond fideszes, többnyire fideszes vezetésű városok, illetve a Magyar Falu program is talán egyharmadára zsugorodik össze a tervek szerint jövőre, az előbbi pedig olyan felére, tehát igazából üres a büdzsé, és akkor ezt tudomásul kell venni, hogy az ország költségvetése is szerényebb lesz, bár a kormányzati kiadások azért nem csökkennek. Ez rossz már megjegyzés volt, ezt kérem törölni a jegyzőkönyvből. Igen. Hogyan találja meg Ajka a helyét? Hát hogyan találja meg? Ahogy eddig is megtalálta, ha a pályázataink támogatva lesznek, akkor beleesünk abba a kevésbe, ha nem lesznek támogatva, akkor a sokba se estünk bele. Tehát azt gondolom, ez ilyen egyszerű. Egy szó volt arra, bocsánat, hogy közvágok, hogy a ugye Magyar Falu program, Modern Városok között egy réteg kimaradt, amiben Ajka benne van, tehát ilyen közepes nagyságrendű városokra nincs igazán program kidolgozva. Ezt ígérték még a választások előtt, hogy na, azt majd akkor előveszük. Gondolom Navracsicsúr ebben például, most elhangzott az ünnepe is, kezdeményező szerepet tölthet be, hiszen ebben a térségben vannak ilyen nagyságrendű városok. Hát egyrészt a modern városokban is lehet pályázni, de még egyszer mondom, ezek és a falu programban is lehetett pályázni, nyilván ott a falvaknak, az ugye az valóban nem vonatkozott, de hát a pénz egy zsebből megy, és még egyszer mondom, nekünk mindegy lett volna, hogy valamilyen címszóval ellátott pályázati forrásból kaptunk, hogy vagy egy top pályázatból kapunk pénzt. Ez nekünk teljesen minden lett volna, hogy milyen néven kapunk támogatást. Nem, így van, tehát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapunk támogatást, vagy nem kapunk támogatást. És ugye az elmúlt időszakban sajnos inkább az utóbbi volt, és nem azért, mert nem volt pénz, mert ugye azt láttuk az imént említett példában, hogy ahol szándék van a döntéshozók részéről, oda azért van pénz, és nem is ez volt az egyedüli város. Amit legutoljára mondott a szerkesztő úr, ugye az már arra az időszakra vonatkozik, amikor a megszorítások, ezt a szót ugye nem szabadna használni, de hát azt gondolom így értjük mi meg egyszerű emberek jobban. Miután a megszorítások jöttek, nyilvánvaló ezt jelentett az iparűzési adónak, az 1%-ának az otthagyása, nyilván az önkormányzat úgy érzékelte, hogy az elvétele, mert ő neki nem folyt be ez az összeg, és az ehhez hasonló megszorítások, amikor jöttek, utána egyes városokat nem kompenzáltak a kormány részéről, egyes városokat pedig ezeket a kieső bevételeket kompenzálták. Mi megint rossz oldalra kerültünk, nem egyedül, de ugye az ellenzéki városok, hát ezt ki kell mondani, mindenki tudja, hogy az ellenzéki városok csak a rossz oldalra kerültek. Igen. De ez már a legutóbbi történéseket jelenti. Hát igen, annak idején furcsáltam is, hogy elvonják a bizonyos forrásokat a városokat, és majd visszaadják. Tehát itt mozgásba kerül a pénz, és utána beép egy döntési mechanizmus, és nyilván kevesebbet kap vissza az, aki számomra nem kedves, és többet kap vissza az, aki számomra kedves. Április 3-án országgyűlési választások voltak, Navracsis Tibor lett a körzet parlamenti képviselője. Mit változott a helyzet? Okot ad ez valamiféle reménykedésre? Hát örülök, hogy szóba hozza a szerkesztő úr, mert azt gondolom úgy teljes a kép, ha már
kritikát fogalmaztunk meg az előző időszak pályázati pénzeinek az elosztásáról, akkor nagyon-nagyon fontos és úgy korrekt, hogy elmondjuk, hogy ezzel kapcsolatban bizonyos fajta jelentős optimizmussal nézünk a jövő felé, mivel Navracsics Tibor miniszter úr, ugye azóta már miniszter nevezte ki a Orbán Viktor miniszterelnök úr, Navracsics Tibor miniszter úr már képviselőjelölt korában, az alatt a fél év alatt belefolyt ezekbe a úgymond Ajkaváros életébe, és a fél év alatt több fejlesztési forráshoz juttatta a várost. Mikor még nem is volt országgyűlési Mikor még nem volt országgyűlési képviselő, de mind a fejlesztési kormánybiztos több fejlesztési forráshoz juttatta a várost, mint amennyi ez a teljes ciklus alatt jutottunk. Na most jelen helyzetben is, és Navracsics miniszter úr hozzáállását látva, érzékelve, hát rendkívül bizakodóak vagyunk. Szinte napi kapcsolatban van a várossal, rendkívül korrekt módon jár el, nagyon jó személyes kontaktust alakítottak ki a polgármester úrral, keresi a polgármester úrt, ha a polgármester úr keresi, visszahívja, tehát amikor kérésünk van, ha teljesíthető, akkor számíthatunk rá, és már több fejlesztési pénzre tett ígéretet, mármint hogy segít megszerezni, mint amennyit az egész ciklusba kaptunk, úgyhogy mi rendkívül bizakodók vagyunk, egyrészt az ő hozzáállása miatt, másrészt emberileg is olyannak ismertük meg, akinek a szavának hitelt lehet adni, és hitelt is adunk neki. Most őszintességének egyik érzékeltője lehet majd, de ne legyen, hogyha azzal jön Ajkára, hogy sajnos elfogytak az uniós támogatások, nincs több pénz. Nézze, szerkesztő úr! Minden éppeszű ember, ha tényleg azt látja, hogy valami külső vagy bármilyen ok miatt egy korábbi ígéret nem teljesíthető, akkor azt mindenki elfogadja. Mert belátja önmaga is. A dolog akkor hibázik, ha nálunk elfogyott, máshol meg megjelenik az a pénz. Mert akkor nem elfogadható. De amikor, ha tényleg egy olyan viszmajor helyzet alakul, akkor ezt is el lehet fogadni, szerkesztő úr, hogy most nem megy. Várni kell rá. Ez természetes dolog. Ezt el tudjuk fogadni. Az ellenkező hét nem. De most ne ezen a vonalon menjünk tovább, hanem illetve nagyjából ezen a vonalon, ugyebár nem régiben hallhattuk, hogy a kormánynak szándéka kivenni az önkormányzatokat a rezsicsökkentési programból, magyarul a piacra dobja ki őket. Nem ismer az EON vagy az egyetemes áramszolgáltató és a kormány közötti megegyezést, de kétség kívül ezzel az önkormányzatok kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek, mert a piaci árak nyilván magasabbak, mint a támogatott rezsicsökkentett árak. Hogy ez mekkora csapást jelenthet mondjuk Ajkának? Gondoltak-e már erre, bár még elég friss a hír? Hát elég friss a hír, de egyet biztosan lehet látni. Ugye ez azért egységesen érinti a városokat, és az önkormányzatokat, nem csak a városokat, és nem lehet még teljesen pontosan tudni, hogy mire, hogyan terjed ki, mert ugye az sem minden, sokszor a részletekbe rejlik az ördög, szokták volt mondani, mert csak mondok egy példát itt is, hogyha ugye a fűtésre hogyan fog ez hatni? Ha ki mivel fűt, hogyan fűt, de ha villanyan fűt, akkor én meg, tehát ez nagy mértékben befolyásolhatja, ugye negatív mértékben Ajkavárosnak a pluszköltségeit, mert egyet biztosan lehet látni, hogy mindenféleképpen úgymond a város az önkormányzat üzemeltetésére több forrást kell
biztosítanunk. És ennek már megint a Tehát drágább beruházások, lett. láthatják a Tehát ez kamerák. nyilvánvaló, tehát ez nyilvánvaló egy több száz, mindenképpen egy több száz millió forintos veszteség, úgymond veszteséget jelent az önkormányzatnak. Még egyszer a mértékét még pontosan nem tudjuk, de több száz millió mindenképpen lesz. Hát igen, a MÖSZ tegnapi, Magyar Önkormányzati Szövetség tegnapi sajtótájékoztatóján azt hangzott el, hogy főleg a kisebb települések sindik majd ezt meg, ahol a költségvetésük nagy részét például a közvilágítás és hasonló tételek teszik ki, és lehet, hogy majd elsötétülnek egyszerűen, nem lesz pénzük fizetni a villanyért. De mondjuk ez egy későbbi történet, majd meglátjuk, ahogy a Vak is megmondta. Még egy kérdés, amit jó lenne, ha itt elővennénk, ez a település részek finanszírozás, ugye, és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik részben. Tehát utóbbi időben felbukkantak olyan hangok, sőt, hangot adtak padrakútiak elszakadási ötletüknek, bár még nem számolták ki szerintem, hogy ez mivel járna. Főleg most, hogy a Magyar Falu Program ugye kevésbé lesz támogatott. Hogy ön is lát ilyen egyensúlytalanságot, mint egy nemrégiben elhangzott interjúban hallhattuk, hogy a település részeket nem érdemüknek megfelelően, vagy szükségszerűségnek megfelelően támogatja az önkormányzat? Először is. Ugye az önkormányzat szándékosan is megpróbálja a költségvetését úgy alakítani, hogy a település részeknek lehetőségük legyen önálló életet élni. Ajka, ezt 20 éve mióta Schwarz Béla polgármester vezetésével ugye működik itt az önkormányzat, azóta ez egy szándékos dolog, hogy a település részeknek megtartsuk, és fokozzuk az önállóságát. Na most ennek ezért alakítottunk ki közösségi tereket, akkor helységeket hoztunk létre, ahol nem volt minden település részen, és megpróbáltuk ezeket a törekvéseket, ezeket a helyben működő egyesületeket ott helyben segíteni. Tehát ez kimondottan célunk. Na most a finanszírozás természetesen a GVB-nek se feladata, mert ilyen feladata egyik bizottságnak sincsen, hogy a település részeknél valamiféle finanszírozási sorrendet, sőt az önkormányzat. Más alapok van, az önkormányzat se így működik, az önkormányzat is azon kívül, amit az imént elmondtam, hogy igyekszik mindenhol fejlesztéseket és egyéb funkciókat megtartani és végrehajtani. Ezen kívül a várost egyként kezeli mindenképpen. Na most, hogy egyes városrészek úgy érzik, hogy háttérben vannak szorítva, a többi városrészhez képest, vagy nem, ugye erről a következő a véleményem. Tegnap előtt, csütörtök van, igen, tegnap előtt ugye kispályás foci meccsen volt a Ajkarendeken, ugye én ajkarendeki születésű vagyok, és ott most is jön. Ott élek. És kint voltunk ugye a focipályán, ahol a kispályás foci bajnokság egy része zajlik, szándékosan fogalmazok így, mert három műfüves pálya van a városban, kettő a városközpontban, és egy Ajkarendeken. Na most az én kedves barátaimmal ott beszélgettünk, és ugye hát ilyen gyakran előfordult politikára került elő a szó, és hát azonnal elkezdtek vitatkozni, hogy Ajkarendek hogyan szavazott, stb. Hát, és akkor ugye hát lezárta a vitát, hogy Ajkarendek mindig a város vezetés ellen szavazott. Hagyományos. Következetesen, tehát ezt rövidre zártuk. Persze azonnal meg volt abban a pillanatban az érvük, hogy attól még ugyanúgy kell képviselni a városvezetésnek ezt a városrészt is.
Hát találtam volt nekik mondani, akkor ezt az országgyűlési képviselőtöknek is meg kell, vagy képviselőknek is mondani kellett volna, hogy őnek is így kellene a mindenkorinak így képviselni Ajkát, mert egyébként egyetértek vele. Most Fenyvesi Ferencről beszélünk. Nem. Én a mindenkoriról beszélek, jó, név nélkül, tehát mindenkinek mindig a teljes lakosságot kell képviselni. Ez így igaz. De hát mondták ezt azon a pályán, meg ugye valaki mondta is, de hát ez a pálya is csak itt van egyedül. Hát akkor hogyan van? Tehát ez mindig egy érzés. Ez mindig egy érzés. Én nagy örömmel tudom azért sok dolgot elsorolni Torsokon is. Azért igaz, hogy az egyház építette át az iskolát, meg mindent, de már előtte is az önkormányzat is azért, és a Gergőföldi lakótelep kialakításával, stb. Tehát az utak építésével az önkormányzat mindig tart, nagyon fontosnak tartott a torsoki városrész fejlesztését, és bízunk benne, hogy most már ebbe a ciklusba ki lehet menni, és be lehet jönni kerékpáron majd Torsokra is, és hát ugye szándékosan hagytam végre ugye Padrakutat. Igen. Padrakut, ugye Padrakut mégiscsak egy 3200 fős településrész, ami egy nagy község. Egy nagy község. Tehát na most, amit a város Padrakra költött, ha úgy összeszámolnám, azt gondolom kiemelkedne a városi büdzsébe, a település részek között. Tehát, mert általában ugye ilyen igény és ilyen kritika, ugye Ajka, Torsók, Padrak, Csinger, Bakonygyepes, Ajkarenek vonatkozásában szokott fölmerülni. Az, hogy ilyen önállósodási törekvések időről időre előjönnek, ez egy természetes dolog szerintem, de szerintem nincs realitása, már olyan téren sincsen, hogy az ott élők többsége biztos vagyok benne, hogy ezt nem támogatná. Na most visszatérve Padrakra. Azért, ami ugye mindig én az elmúlt 20 évről, a mi időnkről idézőjelben beszélek, ha valaki visszagondol, hogyan lehetett eljutni Padrakra közúton? Én közutas voltam, tudom, hogy milyen volt az út, saját utunk volt, Istenem, katasztrofális volt. Most kerékpárút, és odaépült először, hál' Istennek. Aztán ahol ott a művelődési házba, és akkor ott az egész ipari park, a bányának a több százmillióért meg kellett vennünk. Igen. Több százmillióért kellett visszavásárolnunk, amit annak idején mindenki hagyott, ezt is ki kell mondani, mindenki hagyott, hogy el legyen kotyavetyélve, és üveggolyóért áron meg legyen véve, aztán mi meg gyémántokért visszavettük. És nem is akármi. Mi meg gyémántonkért visszavettük. És úgy utána újból több száz, újból több száz millió forintért, több száz millió forintért kialakítottuk azt a teret most már, ami ott van. Hát komolyan mondom. Nem lehet ráismerni. Ugye, nem az, hogy nem lehet ráismerni, hanem nem igaz az, hogy az emberek irigyek. Nem. Egyszerűen nem csak én vagyok így vele, biztos vagyok benne, hanem sokan. Örül a szívem, ha el arra megyek kocsival, és elnézek jobbra. És biztos vagyok benne, hogy a többi jóérzési emberek nagy része is így van vele. Örülünk Padrak sikerül. Nagyon-nagyon sok pénzbe került. Tehát azért mondom, hogy megérdemelte Padrak, de megám. De hát sajnos ez ugye mindenkinek a rovására ment. De akkor is megérdemelte, mert egyszer meg kellett kapni ezt. Mert arról se tehetett, hogy ilyen helyzetbe került. Tehát itt is beszéltünk ma már a szolidaritásról. Rendben van, hogy mindenki legyen lokálpatrióta, mindenki a sajátját, ez a világ legtermészetes dolga, és baj lenne, ha nem így lenne. De azért van egy dolog, a szolidaritás, hogy azért másra is kell gondolni. Én nagyon örülök a magam részéről, és tényleg az a véleményem, hogy nem kell túlzott ezeknek az elszakadási törekvéseknek. Ha valakik akarják, próbálják meg, foglalkozzanak vele. Én inkább azt javasolnám, hogy az önállósággal foglalkozzanak, az önállóan létrehozott dolgokkal, amit a város nagy örömmel és szívesen
támogat és szándékoltan támogat, de mindenkinek az ő dolga, de én nem tartom reálisnak. Tehát inkább föderációba gondolkodjak, és ne autonómiába, így elszigetelődésben. Legutóbbi önkormányzati esteti ülésen került szóba, azt hiszem, hogy a padragi iskolát a hídgyülekezet, mintha újra szeretné éleszteni. Ennek milyen realitását vagy következményeit? Hát ez várjuk. Folyamatban van, tehát a hídgyülekezet megveszi ezt az iskolát. Mi azt várjuk tőle az önkormányzat, hogy ugye a Bercsényi lenne kiköltöztetve először a középiskola, de mint az előbb mondtam, egy 3200 fős település része nincsen, megszűnik egy iskola. Hát ez a világ legszomorúbb dolga. Itt 200-300 fős általános iskolának kellene lenni. Ajka rendek 1000 fős. Én ott voltam úgy az iskolatanács elnöke is annak idején, amikor a gyerekeim még oda jártak, hogy 100-an jártak az iskolába gyerekek. Az 1000 fősbe. Tehát egy 200-200 fős iskolának kellene lenni padrakuta. Most nem akarok belemenni, hogy ennek mi volt az oka. Nyilvánvaló több oka is volt neki, hogy ez az állapot létrejött. De ez nem természetes és nem normális állapot. Mi azt reméljük tőle, hogy visszajön egy olyan állapot, és kialakul ott egy olyan iskola, ahova újból szívesen és örömmel viszik a padrakutiak a gyerekeiket, és akkor lesz ott egy, valamikor az idők során újból egy padragot megillető nagy iskola, általános iskola. Vagyis összegező, ugye padrakút Ajka városrészeként fejlődik. Így van. Akkor legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Nagyon szívesen.